Tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit. A mai beszélgetés címe Kína a világháborúban, vagy Kína is a világháború, avagy technológia és ideológia tektonikai összecsapása. Nagyon sokszor foglalkoztunk már Kínával, és ahogy ez kinéz, nyilván fogunk is a jövőben, nem lehet megkerülni, sőt nem csak, hogy nem lehet megkerülni az, ami Kína, hanem Egyre inkább a világ meghatározójává válik. Ez abból is látszik, nem tudom mennyire észleltétek, hogy van egy nagyon határozott tendencia, és talán innen érdemes kiindulni, mert nagyon tanulságos, hogy a globális médiában rengeteg olyan foreign affairs -ben, meg economics-ban, financial times-ban, csak hogy a legfőbb globalizáció sajókat említsem, olyan elemzés jelenik meg, amely felhívják a figyelmet arra, hogy Kína valójában súlyos válságban van. Azt is válságterméknek tekintik, hogy Kína kereskedelmi aktívumai minden elképzelhető szintet felül múlnak. Ez ez valamikor, a, nem valamikor, pontosan a, a sikeresség abszolút szinonimája volt, az export vezérelt, mindenkinek ezt ajánlották természetesen, a felzárkózó, az emerging economies, ugye így hívják ezeket a felzárkózó országokat, de most hú, kongatják a vészharangokat, hogy súlyos válságban van Kína, nem tagadva természetesen azt, hogy... Hát azért valóban rendkívül súlyos feszültségek terhelik azt a valamit, ami Kína, ami azért tegyük hozzá, majd ezt többször is említeném, én úgy látom, hogy egy elég titokzatos és talányos valami szakértők, a nem ezrei, inkább százezrei tesznek kísérletet a világon mindenütt arra, egyébként nagyon helyes módon, hogy feltárják, azt a valamit, amit Kínának látunk, aminek az alapvető oka az, hogy mindenki érzi, hogy hát a következő évszázadban bizony az a valami, ami Kína, az azért elég fontos szerepet fog játszani, sőt, egy-két évtizeden belül egyértelműen meghatározó lesz a világban, teljesen függetlenül attól, hogy erről mit gondolnak a világot ténylegesen irányító erők, egyébként ha, ha engem kérdeztek ők nem csak hogy tudják ezt, hanem ez már összeesküvés elmélet az összeesküvés elméletben, hanem diszkréten igyekeznek és elősegíteni hogy Kína ezt a mindent meghatározó szerepét átvegye, aminek az az alapvető oka, hogy ők már pontosan tudják azt hogy Kínát is hogy tudják a médiumukká tenni, mint ahogy egyébként eddig is mindig azzá tették, de. És akkor itt jön az, ami miatt Kína egyre inkább feszültségforrássá válik, és egyre inkább úgy fest a helyzet, hogy tényleg elkerülhetetlen valamiféle háborús összecsapás. Hát már zajlik a harmadik világháború, első ukrán front, tehát ukrán-orosz háború, második ukrán front a közelkeleten. Most egy ilyen diszkrét, fékezett habzású ütésváltás Irán meg Izrael között, de értelemszerűen, ahogy beszéltünk is róla, a második ukrán front a közel-keleten ugyanolyan kihívásokat tartalmaz, mint az első csak legfeljebb másfajta szerkezetben, és hát rövidesen megnyílik a harmadik, egyébként dittó, mint a harmadik világ, vagy a második világháborúban is, tehát ott is először két európai front, aztán utána, illetve hát időrendi sorrendben talán nem egészen így, de hát végül is két európai front, mert ugye először Lengyelország ellen is, meg... Nyugat-Európa ellen is, és aztán a harmadik front volt, bár az ugyanúgy a keleti front, a szovjet ellen, és végül is a csendes óceánnál robbant ki valójában a legbrutálisabb konfliktus. Nagyon hasonló szerkezetű ez a harmadik, mint ütemezését, kronológiai évét tekintve, ez a harmadik. A világháború is. Szóval visszatérve ezek a vészjósló, vészharangokat kongató elemzések Kínáról, mind-mind arról szólnak, hogy valójában, még egyszer mondom, elismerve, ez teljesen természetes, hogy, hogy az a valami, amit Kínának látunk, az rendkívül súlyos tektonikai feszültségekkel van tele, de amelyeket felsorolnak, azok valójában Kína válságaként, az valójában a nyugatosodott Kína, tehát Kína nyugatosodottságának, ezt elég nehéz pontosan kifejezni, a következményei. Tehát válságban valójában maga a nyugatias létszerveződési mód van, és Kína, annyiban mindenféleképpen, ez teljesen természetes válságban van, hogyha Kína szupernyugatosodott, hát nem egészen szántából, bár majd mint szeretném ezt jelezni részben, nagyon is tudatos stratégia alapján, ezért a Kínában érzékelhető válság jelenségek szinte mindegyike visszavezethető a nyugatiság, tehát a nyugatias modernitás egész elmúlt 600 évének a végéhez, összeomlásához, a nyugat alkonyához. A kínai válság jelenségek része ugyanis közvetlenül kapcsolódik Kína nyugatosságához. Az a valami, ugyanis, amit Kínának látunk, hát erről nagyon sokszor beszéltünk, az egy több ezer éve szakrális kultúra, nyilván ez a talapzata, hogy ez mennyire van jelen, és pláne mennyire lesz majd jelen manifest módon eh, annak a valaminek, annak a titokzatos, gigantikus valaminek a működésében, amit kínának hívnak, ezt még nem tudhatjuk pontosan, nem nagyon látunk bele eh, ennek a szerveződési módnak a mikroszerkezetében, bár a mikor szerkezetében, bár az a tény, hogy a világ 150 országában kb. 100 millió kínai él diaszpóraként, szerintem zseniális hálózatként megszervezve, nagyon meglepő volna, hogyha ez nem lenne totálisan egy kézben. Az, az abszolút spontán, de valójában zseniálisan és rendkívül szigorúan szervezett rendszer ez az elosztó hálózatokkal az, hogy ki lesz párja, akárhol van a világon, és kiből lesz dollármilliárdos, mondjuk ebben a diaszporában, az is precízen szervezve van, de ez nem azt jelenti, hogy az egyéni teljesítménynek nincs jelentősége, de azért ne, nem pusztán a véletlen, szóval nem egy spontán folyamat. Na, zárója. Bezárva erre például nem csak, hogy senki nem képes a világon, tehát egyetlen más ország sincs, hanem nem is értelmezhető a világ egyik más országa számára ez a valami, és ez önmagába véve is olyan történelmi felhajtó erőt ad Kínának, amit, ami nem is hasonlítható semmi más országhoz. Tehát ugye visszatérve az alapkérdéshez, ez a konfúz mondat, hogy Kína egy egy több ezer éves, legalább három ezer éves szakrális talapzatra épülő kommunista diktatúra, ami szuperkapitalizmust üzemeltet a felszínen. Ez egy konfúz mondat, pedig ugye őrült beszéd, de van benne rendszer, méghozzá nagyon is jól áttekinthető rendszer. Kína a nem véletlen a megaláztatások évszázadaként emlegeti a 19. századot, de részben azért a 20. századot is, mert valóban úgy fogunk visszatekinteni, úgy fog visszatekinteni a világ erre az 1850 és 2050 között lezajló 200 évre, hogy hát igen, ott volt egy 200 éves történelem szünet, de egyébként az a legalább 2000 éve fennálló természet adta állapot, hogy Kína a világura, az majd szépen legkésőbb 2005-ben, 2050-ben újra visszaállt. Tehát csak annyi történt, hogy a nyugatias modernitást trükkök százaival, lást opium háború és egyebek, korlátlanul kifoszthatóvá tette Kínát, és ennek az az alapvető oka, hogy bár a kínai uralmi struktúrák a 17. századtól kezdve, akár csak a japán uralmi struktúrák is tökéletesen tisztában voltak, azzal csak szegény indiaiak nem, bár India az a valami, amit India Mogul birodalom, az azért egy lazább képződmény volt. Ők nem voltak ezzel tisztában, jobban tették volna, hogyha ők is hermetikusan elzárják magukat a, a britektől, mert aztán meg lett a következménye olyan brutális kifosztás, legfeljebb Kína esetében látott a világ, mint a Indiát, Indiát érte. De Kína és Japán, Japán, volt a legsikeresebb, ő valóban hermetikusan elzárta magát. Kína uralmi rétegei is erre törekedtek, csak az azért egy kicsit porózus volt, és rajta veszítettek. Az ópium rájuk szereltek egy olyan kifosztó szivattyút, ami tehát India mellett a világ legbrutálisabb kifosztása volt. Tehát a kínai uralmi struktúrák helyesen látták azt, hogy el kell zárkózni a nyugattól, hogyha nem akarnak elpusztulni. Nem sikerült az első változat. A második változat, ami egy kommunizmus fedőnevű, vagy kommunizmus fantázia nevű szerveződési mód segítségével történt meg, az már ebből a szempontból sikeres volt mert az elzárkózás tökéletes volt, csak azt nem vették figyelembe, hogy ezt, vagy hát ki tudja, hogy mi történt, hogy ez a kommunizmus nevű izé, ez egy Karl Marx nevű ravasz ügynökön keresztül éppen a nyugatias modernitás mákonya, ha úgy tetszik, mert azért hozták létre, hogy a perifériákon felgyorsítsák a paraszti társadalom véres pp-dorálását, mert ugye az útban van a kapitalizmusnak, ezt itt is láttuk Oroszországban, meg Közép- és Kelet-Európában, hogy ez a szocializmusnak nevezett izé, ez kizárólag csak a paraszti társadalom gyorsított ütemű fel... fel <laughs> megsemmisítésére szolgál, hogy ne 150 évig kelljen várni szegény arra, hogy kifoszthassa a perifériaként ezeket a térségeket, hanem ez már 15 év alatt végbe menjen. Aztán még persze a forma kedvére egy darabig hagyja működni ezt a rendszert, hogy azért az ipari struktúrákat is kiépítse, tehát a felszámolja a parasságot. Az így kiszívott erőforrásokból ipari struktúrát építsen, és mikor a piszkos munkát elvégezte, akkor ugye visszavált a igazi kapitalizmus, ez is kapitalizmus, csak ez brutális politikai kapitalizmus. Tehát a kínai elitek ott tévedtek, vagy pontosan mi történt, ezt nyilván sose fogjuk pontosan megtudni, hogy elzárkózásnak jó volt, ez a kommunizmusnak nevezett izé, de arra arra viszont tökéletesen alkalmatlan volt, hogy menet közben, tehát a nyugattól elzárkózva, technológiailag azért valami alternatíván, hát főleg hadászatilag, mert hiába zárkóznak el a nyugattól, a közben Hát sajnos ez egy ilyen világ, ahol a nyugat uralkodik, ott tudomásul kell venni, hogy a fegyverzett technológiával az utolsó szamuráj, tehát Japán ott vesztett rajta, hogy, hogy, ugyan neki volt egy alternatív, a teljes elzárkózásban modernizációs modellje, de a haditechnikáját, a technológiáját azért nem tudta a nyugattal paralel módon, vagy egyenrangú módon mfp vinni, már pedig ez életveszélyes. Tehát a kommunizmus alkalmatlannak bizonyult arra a belső felhalmozásra. Tehát nyilván nem volt, nem lehetett, tehát nem arra találták ki, hanem pont az ellenkezőjére ezért megbukott látványosan a 70-es évek elejére, és akkor, és ez egy máig is tisztázatlan, ugye ez egy örök filozófiai kérdés, hogy van-e egyáltalán véletlen, a történelmi véletlen az, hogy eljön egy különleges történelmi pillanat, amikor az amerikai birodalom számára, ez a 70-es évek eleje, az amerikai birodalom számára kinyílik a lehetősége annak, hogy két legyetűsön egy csapásra, az egyik, hogy Kínát szembeállítsa fő főriválisával, a másik szuperhatalommal, a Szovjetunióval, ez egy nagyon értékes fordulat volt, és egyúttal, felmerült annak a lehetősége, és ez zseniálisan bejött ez a számítás is, hogy óriási amerikai tőke exporttal kihasználják azt a gépet, hogy a detroiti autó munkásnak 60-szor annyi bért kellett adni, mint egy sankhái amerikai autókat összeszerelő munkásnak, természetesen abszolút ugyanazért a munkáért, és hát azt, ér, azt el lehet képzelni, hogyha 60-an annyi bért kell fizetni, az elég csinos profit jön össze belőle, és kiderült, hogy a dolog működik, mert van egy elképesztő erejű, több ezer éves kulturális talapzat, ahol a fegyelmezettség, a szervezettség, engedelmesség, a kifoszthatóság, mert hihetetlenül alacsony fogyasztású a munkaerőállat, és ebből hát százezer milliárd dollárra tehető az a, az többlet haszon, amivel ez a két legyet egy csapásra, tehát egyrészt Globális hatalmi szempontból óriási nyereség, hogy szembeállította Kínát annyira, hogy még fegyveres összetűzések is voltak a szovjet-kínai határon. Tehát abszolút háborús ellenséggévé tette Kínát a Szovjetuniónak, ami óriási nyereség volt. Amerika számára plusz megnyitotta ezt a leírhatatlan profit szivattyút. Az már más kérdés, hogy ennek a fő haszonélvezője a globális, az amerikai, de valójában a globális hatalomgazdaság óriás vállalatai lettek, és nem az amerikai társadalom, mert az amerikai társadalom, hát részben szívott, nem is akárhogy, mert ez dezindustrializáció, ugye elegánsan ezt így hívják, hiszen leürült Detroit szellemvárosá válása, meg egyáltalán az amerikai ipar fellegvárainak szétesése, az jelentős mértékben annak köszönhető, hogy legalább 10 millió munkahelyet valójában átvittek Sankájba, meg Shenzhenbe, meg ezekben a a, ahová először, hát aztán ma már körülbelül ezer kínai városban vannak nyilván nyugati beruházások, vállalatok. Tehát ez rendkívül hasznos volt az amerikai birodalom számára. Annyira hasznos, hogy amikor ugyan 89-ben tettek egy óvatos kísérletet arra, hogy demokratikus reform cumival, hogy, hogy a demokratikus reformok, meg a szóval azért a politikai rendszert is át kellene alakítani. Erre nyilván azért lett volna szükségük, mert a kínai elitek, és ez bizonyítja a zsenialitásukat, hogy ezt az egészet úgy oldották meg, hogy a kommunizmus intézményrendszerét, ami nem mond annak, hogy dollár milliárdosok, sőt 10 milliárdosok, mert valami 70 milliárd dolláros magánvagyona van a leggazdagabb kínaiok, aki természetesen a kommunista párt tagja. Tehát tehát meghagyták azt az intézményrendszert, ami formálisan kommunistának lehet nevezni, de az igazi feladata az az, hogy megakadályozza azt, hogy ez a kifosztás ez egy váljon. Tehát, hogy azért valami jut is, marad is. Tehát, hogy, hogy ne, mert ezt nyilván arra találták ki, hogy ha a politikai rendszereket is sikerült volna átalakítani, vagy a politikai rendszert ott 89-ben a demokratikus reformokkal, egyebekkel, akkor Kína ma is egy kifosztott félperiféria volna. Bármilyen különösen hangzik, abszolút nem védem természetesen azt a valamit, amit aminek csak a fantázia neve kommunizmus ma már, az, ennek az intézményrendszernek, ennek a centralizált intézményrendszernek pontosan az a feladata, hogy megakadályozza azt, hogy a globális hatalomgazdaság Kínában is kialakítsa maga a maga globális hatalomgazdasági fogadó felületét, és így a kínai állam ugyanolyan kiszolgáltatott legyen, mint ahogy egyébként az amerikai állam, az amerikai nemzetállam kiszolgáltatott az amerikai globális hatalom, gazdasági óriás cégeknek. Tehát valójában az a valami, ami formálisan kommunizmusnak, meg szocializmusnak nevezünk, az tulajdonképpen nem más, mint egy olyan védmű, utolsó védművünk a nemzetállam, ahogy Szakó Gábor mondta, bármilyen viccesen hangzik, az egy nemzetállami védmű, ami attól védi meg Kínát, hogy korlátlanul kifosztható legyen. Most ez egy darabig, amíg e, a, azt is elnézték, hogy azért nem cumista be ezt a kínai uralmi struktúra 89-ben, és kétségtelen elég érdes módszerekkel, némi kis vérengzéssel, de világosan tette, hogy köszike, de abszolút nem kérünk ebből a bússitből, amit liberális demokrácia, meg demokratikus reformok, mert pontosan tudjuk, hogy mire megy ki a játék. Azt akarjátok, hogy örökre ebbe a perifériális, félperifériális helyzetbe ragadjunk bele, de mi meg nem annyira szeretnénk ebbe beleragadni. De egy darabig még mindig óriási volt a profit gap, tehát 2010-ig valójában nem volt ez, 90-től 2010-ig, tehát abban a 20 évben abszolút haver volt Kína, mert hát azért áramlottak a 10 000 milliárd dollárok folyamatosan. De azóta, 2010 óta egyre világosabbá válik, hogy nem csak erről van ám szó, hanem a világot egyre inkább meghatározó technológiai hatalom van is, hát ezen a módon legalábbis, hogy nem engedi magát kifosztani, vagy legalábbis nem úgy, ahogy az amerikai birodalom szeretné, technológiailag is egyre inkább riválissá válik, és ez már életveszélyes. És végül az utolsó csepp a pohárban az volt, hogy ráadásul elkezdte megszervezni az önálló világhatalmi struktúráját is Eurázsiában. A német birodalom által uralt Európa, az orosz birodalom és a kínai birodalom, kínai initiatives, az kínai kezdeményezésre, globális hatalmi kezdeményezésre, egy eurázsiai együttműködési rendszert hozott létre. Na, még csak ezt kéne, mondta erre az amerikai birodalom, hiszen akkor, ó, mint bástyajavtás, hogy bástyajavtás már szar se hát körülbelül valóban annyit érne, ért volna az amerikai birodalom, ha nem robbantja ki, ezt a ukrán-orosz háborúnak látszó konfliktust, ami hát az kétségtelen eredményesen hát szétverte, vagy szétveri ezt az eurázsiai együttműködési, együttműködési rendszert. Nagyjából tehát világhatalmilag ez adja a belső dinamikáját annak, ami, ami miatt most persze az egész globális média fanyaló Kínán, meg hogy, hogy, milyen súlyos válság van, pedig Kína minden válsága van ebből bőven, tehát a, mit én, a gigantikus buborékok kialakulása, főleg ugye ilyen tényleg szemlátomás a földből nőttek ki milliós városok, és nyilván gigantikus ingatlan spekuláció, meg buborék, ezek mind a globális kapitalizmus olyan következményei, amelyek, hát ha egyszer lassan 50 éve szuperkapitalizmust épít Kína, akkor ezek legalábbis részben elkerülhetetlenek, de ezzel együtt is fanyalgás, meg vészjóslás ide vagy oda, Kína minden alapvető paraméterét tekintve, szerintem ebbe még a demográfiai folyamatokat is beleérthetjük. Látszólag ez óriási csapás, hogy, hogy Kínában valami elképesztő demográfiai katasztrófa megy végbe. Tavaly már két millió fővel csökkent Kína a népessége, és rohamos gyorsasággal nő a csökkenés. De hát mi van akkor, de ez már egy külön történet, hogyha ez a jövő, már pedig ez a jövő, most már az ENSZ hivatalos beszélése szerint is legkésőbb a 2050-es években a világ egész népessége is elkezd csökkenni, méghozzá megállíthatatlanul, hogy aztán ebből valóban ez a Proli Project versus technológia projekt jön neki, ezt még nem tudhatjuk, de mi van akkor, hogyha Kína egyszerűen csak előképét adja a világnak, annak a technicizált világnak, ahol az emberiség és a kínai népesség nagy többségére egyáltalán nincsen szükség, ha a szemelnyi igazság van abban a feltételezésünkben, hogy az egész csak egy szumi volt, a prolira azért volt szüksége, 8 milliárd prolira, átmenetileg a engedelmes munkaerőállatok óriási tömegeire, hogy kifosztható legyen, és a kifosztásból elinduljon az a technoevolúció, ami visszamenőleg teljesen feleslegesé teszi. Tehát Kína mindenféleképpen a világúra lesz néhány évtizeden belül. Az a nagy kérdés, hogy ez a konfúz komplexum, konfúcius, konfúz komplexum, az évezredes szakrális talapzat, a kommunista diktatúra, meg a szuperkapitalizmus, majd ez a konfúzus, konfúcionizmusra épülő gigantikus kombinációja ezeknek a látszólag legalábbis össze Történelmi szerveződési módoknak, ez a 21. század módfelett Klandosnak ígérkező második felében, hát hogyan jut egyensúlyra, és hogyan fogja gyakorolni azt a mindenféleképpen bekövetkező világuralmat, ami már persze nagy valószínűséggel le van zsírozva, a Foreign Affairs, Financial Times, Economist fanyagása is be van árazva, a XXI. század ma még rendkívül titokzatos második felének történéseivel, ahol 200 éves történelem szünet után újra Kína lesz a világ ura, mint ahogy az elmúlt két vagy három ezer évben természetadta módon mindig is volt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.